egy ország bukhat Matolcsival, illetve egy ország láthatja kárát Matolcsi György gazdaságpolitikáját. Napokban napvilágot látott besújtó gazdasági adatok, amelyek azt mutatják, hogy stagnál sajnos a magyar gazdaság. Azt mondatják velünk, hogy elégtelen, amit a miniszterelnök tegnap bejelentett. Nem lehet kampányokkal, nem lehet vizsgálatokkal orvosolni a mai helyzetet, ami a gazdaság stagnálását jelenti. Mi úgy látjuk, hogy a helyzet megköveteli, hogy a kormány új költségvetést nyújtson be a parlamentnek, és új adótörvényeket dolgozzon ki. Mind a bevételi adatok hiányosak, tehát nincs meg a költségvetésnek a megfelelő bevétele, ami a nagyobb baj, hogy a gazdasági növekedés nem tapasztalható, stagnál a gazdaság. Nem kell ahhoz közgazdásznak lenni, jogászok is megérthetik, hogy nehéz új gazdasági növekedésről beszélni, és nem lehet ezt az európai környezetre fogni, hogyha a gazdasági tárca, amely előtt most itt állunk, pénzt von ki a gazdaságból. Tehát növekedéshez források kellene. A mi javaslatunk az, az új költségvetés keretében az államosított magánnyugdíjpénztárak vagyonából, amit véleményünk szerint jogtalanul államosítottak, de ha már államosították, akkor hozzanak létre egy elkülönített gazdaságfejlesztési alapot, ami biztosítéka lehet a növekedésnek. Tehát ne kótyavetjék el a magánnyugdíjpénztárakból befolyt 1000 milliárdokat, hanem egy határozott gazdaságfejlesztési céllal létrehozott alapba tegyék, és úgy gondoljuk, hogy egy progresszív költségvetés keretében, amelynek nem csak céljai, hanem eszközei is vannak, több eredményt várhatunk el, mint ettől a kudarcos elmúlt egyéves Fidesz kormányzástól. Tehát konkrét javaslataink vannak, és arra kérjük a kormányt, hogy ne csak szólamokkal, kampányokkal, vizsgálatokkal intézze el a jelenlegi igen nehéz helyzetet, hanem hatékony, az eddigieken túlmutató gazdaságpolitikai lépéseket tegyen, ami véleményünk szerint kihúzhatja az országot ebből a nehéz helyzetből, és végre tényleg a saját lábunkra állhatunk, tehát nem csak beszélünk arról, hogy az ország gazdasági önállósága, hanem a saját belső forrásokat is megmozgatjuk annak érdekében, hogy gazdasági növekedést érjünk el, hogy az államosított nyugdíjalapból valóban fedezete legyen a későbbi nyugdíjatnak. Gazdasági növekedés nélkül üres az az ígéret, hogy a kormány garantálja a nyugdíjakat. Tehát mi most úgy látjuk, hogy szükség van új költségvetésre és szükség van új adórendszerre. Nagyon elhibázott az egykulcsos személyjövedelem adórendszer, ami mellett sajnos a miniszterelnök tegnap még kiállt. Nagyon bízunk benne, hogy ezt a véleményét felül fogja vizsgálni. Tehát egy új adórendszerre és egy progresszív gazdaságpolitikára van. Mi fölajánljuk a szakmai segítségünket, hanem a kidolgozásának.